fesztivál utolsó napján a résztvevők közös liturgián vettek részt a Szent Teréz Székesegyházban. A szervezők ezután a szeretet asztalnál vendégelték meg a résztvevőket, akik idén is pozitív élményekkel indulnak haza. Azt gondolom, ez egy nagyon szép fesztivál, ahogy máshol itt is új barátságok születnek. Nagyon fontos, hogy a kultúránkat bemutassuk másoknak is. Nagyon jó itt lenni, hálásak vagyunk a meghívásért, remélem jövőre ismét találkozunk. Nagyon jó és szép itt, a legjobb élményekkel gazdagodtam. A fesztivál résztvevői ünnepélyes felvonulást tartottak a városban, ahol minden szem rájuk szegeződött. A szabadkaiak felismerik a fesztivál fontosságát, és minden évben izgatottan várják az Interetnót. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog az, hogy az Interetnó fesztivál idén is meg van szervezve. Minden évben meg kell szervezni, hiszen pár napon keresztül a világ Szabadkára összpontosít. Ez egy gyönyörű rendezvény. Úgy gondolom, pont erre van szüksége a városunknak, hogy együtt fedezzünk fel más kultúrákat, és tanuljunk egymástól, valamint jobban megértsük egymást. Az idei fesztivál záró ceremóniáját követően a hagyományokhoz híven tűzijáték várta a résztvevőket, majd a fesztivál klubban késő estig a Silver Smoke együttes szórakoztatta a vendégeket.